Ma reggel 7:30-kor bontották fel a tételeket a 60-i Bajza József gimnáziumban. A magyar helyesírás szabályai könyvet a felügyelő tanárok vitték be a termekbe. Ezt használhatták a diákok a vizsga alatt. Ásványvíz, keksz, szendvics, szinte minden padon megtalálhatóak voltak a több órás megmérettetésen, mindhárom jó jöhet. A babonásabb érettségizők plussállatokat és kabala figurákat is hoztak magukkal. A tudásuk mellett a szerencsében is bíztak. A mobiltelefonok a tanári asztalon sorakoztak, nem tarthatták maguknál a készülékeket a diákok az érettségi alatt. Csányi Petra a vizsga előtti néhány napban a tantárgyhoz kapcsolódó legfontosabb témaköröket nézte át. Végignéztem az összes eddig érettségiket, hogy ki az, aki előfordulhat költő, illetve megnéztem a korokat és a korstílusokat, hogy mit tudnék még írni a fogalmazáshoz. Erdély Martin azt mondja, próbálták kitalálni az előző évek gyakorlata alapján, hogy milyen témákkal találkozhatnak majd a vizsgán. Nagyon számítunk József Attilára, illetve Móricz Zsigmondra, de Babicsnak is örülnénk. Az előzetes számítások idén nem igazolódtak be. Grendel Lajosnak a Modern Magyar Irodalom története című könyvéből vett részlet volt az idei szövegértési feladat a középszintű magyar írásbeli érettségén. Az esszére 3 órájuk volt, 3 feladat közül választhattak a tanulók. Bodor Ádám Állatkert című novelláját kellett értelmezniük, de Tóth Árpád Elégia egy rekettye bokorhoz és Jékely Zoltán az Ég játékai című művének összehasonlító elemzését is választhatták. Emellett az Idő miénk címmel írhattak érvelő fogalmazást. Papné dr. Forgács Edit igazgató közölte, hogy a 60-i Bajza József gimnázium és szakközépiskolában rendben kezdődött az érettségi. Az intézmény idén is emelt szintű vizsgaközpont. Évről évre több tanuló választja az emelt szintű érettségit. Ez egyrészt kényszer is, hiszen ha megnézzük a felvételi portálokat, akkor láthatjuk azt, hogy egyre több egyetem és főiskola kér emelt szintű érettségit, tehát ez feltétele is már, hogy jelentkezhessenek, másrészt a pluszpontok miatt fontos. Kristóf Ottó szerint a szövegértés volt a legnehezebb a feladatok között, kevés volt az idő a pontos megoldáshoz. A szövegértés résznél még pár percet elfogadtam volna, ott úgy éreztem, kicsit időszűkében vagyok, főleg egy-néhány olyan feladat volt, ahol a szövegnek a megfogalmazása nem volt kellően érthető, és több időt kellett volna rászánni, hogy minden tiszta legyen, de úgy érzem, sikerült a legjobbat kihoznom. Holnap a matematikával folytatódnak az érettségi vizsgák.